köszöntök mindenkit a Kabriobusz első útján. Kulcsáni Rémet Maria vagyok, és nekem jutott ez a szerencsés feladat, hogy az első úton idegenvezető lehetek. Az útvonalunk a következő lesz, elmegyünk a Borivárig. Nem szállunk jól, csak megnézzük a Borivárat ugye a Kabriobuszból, hiszen itt a lehetőség, hogy nincs tető, mindent nagyon szépen látható. Visszajövünk a Fiskális úton, a Budai úton, vagy pedig a Várkörű úton fog visszaérni. Mindenkinek nagyon kellemes utazást kívánok! Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit, egy nagyon kelleleges útra invitálom most önöket, nem csak arra, hogy tartsanak velünk a következő negyed órában, hanem arra, hogy utazzanak velünk Székesfehérváron, mégpedig ezzel a gyönyörű kabriobusszal, amit mostantól, nyáron sokszor láthatnak majd a városban. Nagy élmény turistáskodni az embernek a saját városában. Ráadásul egy igazi, régi, fehérvári Ikarusz buszon, ami valóban egy ilyen kabriobusz, szerintem nagyon-nagyon izgalmas. És hogy néztem itt az embereket, akik meglátták a buszt, a busznek a csodálatos Fehérvárról szóló díszítését, azok önmagában azt gondolom, hogy kedvet kaptak egy ilyen buszos kirándulásra. Lesz lehetőség a turista szezonban, akár a Velencei tó környékén, a különböző városi felületeken ez elérhető lesz, és speciálisan is majd akár a városon belül is. Azt gondolom, hogy egy új értéke Fehérvár turisztikai életének ez a busz. Több érdekes információ is elhangzott a sajtótájékoztatón, ami az megütötte a fülemet, az egyik az volt, hogy 15-16%-kal nőtt a vendégészakák száma Fehérváron, és ebből következik, hogy megteltek a szállodák is, örömhír ez. Igen, azt gondolom, nagyon nagy hír. Egyrészt azt mutatja, hogy van miért Fehérvárra jönni, hogy egyre többet tudunk megmutatni abból a csodálatos városból, ami nekünk adatott otthonként. Egyre több magyar vagy külföldi turista érkezik, és évről évre most már jelentősen nő a vendégészakák száma, és látható, hogy a következő években szerencsére gondolkodnunk kell, hogy hogyan tudjuk a szállodakapacitást növelni. Ebben van üzleti célus, turizmus, egészségügyi, sport, kulturális és a rendezvényekhez kapcsolódó. Nagyon sok szervezet, nagyon sok szakemberünk dolgozik ezen évre, hogy valóban tele legyen élettel Székesfehérvár az év minden időszakába. A nyárra ez gondolom, hogy különösen igaz, hiszen júliusban és augusztusban is sport és kulturális programok egyaránt szép számmal lesznek, és aztán pedig ott lesz a Királyi Napok rendezvénysorozat, ami azt gondolom, hogy miközben méltán a hagyományainkra is emlékezik, történelmünkre is, közben a MÁ-ban is egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes szórakozást nyújt mindenki számára. Egy-két évvel ezelőtt gondoltunk arra, hogy érdemes volna a több évtizeddel ezelőtt a város utcáin menetelő régi Ikarusz panorámabuszt, hát ha nem is azt újra, de egy hasonlót mindenképpen, és hát tessék lám, itt van, most már itt ülünk rajta. Hát nagyon kíváncsian várom, hogy fogják fogadni a székesfehérváriak, és hogy fogadják a hozzánk érkező vendégek. Ahogy polgármester úr is az előbb mondta, így az utcán most az látható, hogy mindenki megáll, és mindenki érdeklődéssel figyeli. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy a buszvázán egy nagyon izgalmas, érdekes, kreatív került, és hát hasznos rekláminformáció is, hiszen a portálainknak a címét is láthatják rajta, és érdemes ezeket a portálokat keresni, hiszen minden olyan program, ami most már elég sűrű Székesfehérváron, megtalálható rajtuk. Lassan úgy tűnik, hogy a naptárunkat kellene egy kicsit bővíteni.
Hát igen, lehet, hogy az időt kellene kitolni, de örüljünk, hogy itt a nyár, most éppen bőven, hiszen nagyon-nagyon meleg van, nagyon sok színvonalas, nívós programmal várjuk a székesfehérváriakat a nyári turista szezon teljes időszakában, és hát vannak ilyen újabb csemegék is, mint ami most éppen ez. Számunkra a kirándulás véget ér, de mielőtt elköszönnék, ismerjük meg azt a járművet, amellyel utaztunk. Ebben Dávid lesz segítségünkre. Egy 29 éves gépjárműről sétáltam le az imént, de tökéletes a műszaki állapot. Aminek köszönhető ez? Ez egy 1989-es évjáratú Icarus 256.50-es típusú autóbusz. Ez első újkorába turistabuszként funkcionált itt országon belül, meg nemzetközi forgalomban is részt vett. Most mi egy vállalkozótól vettük meg, akinek utolsó kabrió előtti életében munkásjáratot szállított. Kabrió előtti életet említettél, ez azt jelenti, hogy ennek a busznak valaha volt teteje, most viszont nincsen. Egy picit engedj közelebb bennünket ahhoz a folyamathoz, amikor lekerült és levágtátok a tetőt a buszról. Hát nagyon sok tervezés, meg egyéb mérnöki dolog előzte ezt meg, hogy egyetlen le lehessen vágni a tetejét neki, ugyanis hát a vászterkezet ugye, mivel az önhordó szerkezet, tehát itt nincs külön alváz meg kocsiszekrény, hanem itt az egész minden fog mindent, nem lehet neki menni csak úgy, hogy rögtön levágni. Az alváz lett neki megerősítve, az alsó padló szerkezet lett neki megerősítve. Szép százágra süt most éppen a nap, tehát egy csodálatos napunk van, de mi van akkor, hogyha esik az eső, hol lehet ezzel a busszal parkolni? Hát mindenféleképpen tető alatt, vagy hogyha nagy baj van, akkor egyik felével patkára föl, és a lépcsőn kifolyik a víz. Ez a busz bizonyára sok kört meg fog tenni Székesfehérvár belterületén, a belváros körül. Én azt gondolom, hogy a fehérváriaknak lesz sok időpont, amikor kipróbálhatják, élvezhetik ezt az újítást, és ezen kívül lesznek előre meghirdetett programok. Ezen a nyáron a garantált programjaink között ezzel a busszal városon kívüli programot terveztünk, a Velencei tóhoz fogunk kirándulni. Kétfajta tematikával, egyszer egy kicsit történelmi témájú kirándulást teszünk, más alkalommal pedig kulturális témájú, de mindkét programban lesz hajózás is, és hát lehet lazítani, és nagyon-nagyon jó programot állítottunk össze, úgyhogy erre a nyár folyamán minden szombaton 2-től lesz lehetőség csatlakozni, a Turinform irodán elérhetőségein lehet majd regisztrálni. Folyamatosan nő a Székesfehérváron eltöltött vendégészakák száma, erre hogyan készültök? Mi mindenképpen úgy készülünk, hogy az ide érkező látogatókat olyan fix időpontban meghirdetett, úgynevezett garantált programokkal tudjuk ellátni, ami kiszámítható módon mindig a hétvégi érkezésekhez igazodva elérhető. Legyen ez városnéző, sétálós program, kisvonatos, borivárlátogatás, vagy éppen a buszos kirándulások. A lényeg az, hogy ezek tervezhetően garantált időpontban jelentkező létszámtól függetlenül gyakorlatilag a meghirdetett időpontban indulnak. Hol találhatjuk meg a programokat részletesen? A programokat a Turinform, illetve Turisztikai Kft. Weboldalán lehet elérni, ez a turizmus.székesfehérvár.hu. Ezen kívül a Turinform irodában természetesen, és hát a kiadványok, a szórólapok el fognak kerülni minden szálloda recepcióra, illetve városi programfüzetekbe, tehát ahová csak lehet, igyekszünk kitenni, hogy minél többen tudjanak értesülni róla. Talán idén újdonság, hogy a királynapok.hu is elindul. Így van. Különösen nekünk turisztikai szempontból volt nagyon-nagyon fontos ez, hiszen a városiak együtt nőttek fel ezzel a rendezvénnyel, megismerték már a különböző programelemeket, és azt gondolom, hogy jól el is igazodnak benne, tudják, hogy melyik program, milyen típusú, milyen jellegű, mire érdemes, mikor, mire érdemes menni.
De azért lássuk be, hogy ez egy 10 napos rendezvény sorozat, aminek nagyon-nagyon sok részprogramja van, különálló tematikájú részprogramok is ezek akár, és a 10 nap alatt rengeteg sok programelem, úgyhogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy aki városon kívülről úgy próbál információt szerezni erről a rendezvényről, hogy nem ismeri ennek a felépítését, összetételét, egy helyen tudjon minden programot megtalálni, és minden információt, ami segít neki abban, hogy a legtartalmasabb napokat töltse el nálunk. Nyilván lehet tájékozódni az interneten, a programfüzetekből, de mégiscsak az élő szó az, ami a legkedvesebb az emberek számára. Idegenvezetőkkel is érkeztél erre a kirándulásra ma. Növekedett a létszámuk? Folyamatosan nő a csapat, van egy törzsgárdánk, vannak idegenvezetőink, akik hosszú évek óta velünk vannak, folyamatosan megújuló programokat találnak ki, és nagyon nagyban segítik a mi munkánkat, de talán pont azért, mert látványos a fejlődés, az előrelépés, sokan szívesen csatlakoznak ehhez a csapathoz, úgyhogy mindig jönnek újabbak. Én azt gondolom, hogy közel 20 azoknak az idegenvezetőknek a száma, akiket rendszeresen vagy kevésbé rendszeresen, de fel tudunk kérni egy-egy csoport vezetésére, és ez nagyon-nagyon fantasztikus dolog. Máshogy nem tudnánk egyébként menedzselni a hozzánk érkező nagyszámú megkeresést, különböző nyelveken igényelt vezetéseket. Bizony májustól kezdve van olyan hétvége, hogy 4-5 csoportunk is van, akár egy időpontban is, úgyhogy hát, ha nem lennének ezek a szakemberek, akkor nem tudnánk őket kiszolgálni. És ha bár te most háttal álltál, de azért elmondom neked, hogy az előbbi percben elment mögötted a kisvasút, ez azt jelenti, hogy ez a szolgáltatás is továbbra is él Székesfehérváron. Így van, a városnéző kisvonat a szokásos útvonalon, szokásos menetrend szerint továbbra is jár Fehérváron. Úgyhogy egyre több élményt tudunk nyújtani a hozzánk érkezőknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy van egy csodálatos belvárosunk. Tényleg kivétel nélkül mindenki imádja ezt a hangulatot, amit átélhet a belvárosban. Nagyon-nagyon fontos, hogy színvonalas, színes programjaink vannak, csodálatos kiállításaink vannak, de nekünk tudni kell olyasfajta szabadidős élményekkel is kiegészíteni mindezt, ami akár esetenként csak nálunk érhető el, vagy legalábbis turisták körében közkedvelt szolgáltatás, és sokat hozzátesz a látogatási élményhez. És hát azt kell mondjam, hogy mindezek a szolgáltatások összességében nagyon sokat hozzátesznek Székesfehérvár vonzerejéhez. A célunk az, hogy ez a vonzerő nőjön minél inkább, és ezért is nagyon fontos például, hogy most így fizikailag összetudjuk kötni magunkat például a Velencei tóval, hiszen az itt megtapasztalható program lehetőségek is mind ezt a vonzerőt bővítik. Ezúttal itt az Icsi-ligetben parkolt le a busz, de természetesen a város számos pontján meg lehet majd találni, illetve elmennek majd Velencére is a kirándulók, úgyhogy mindenképpen érdemes regisztrálni a Turinform irodánál egy jó kis túrára, egy jó kis kirándulásra Székesfehérváron, illetve Fejér megyében, vagyis a környéken. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak, várjuk Önöket holnap is, viszontlátásra!